Jó reggelt kívánok mindenkinek! Olasz Toszkán Rivéra, a helység neve Rio Torto, senkinek nem mond semmit. Itt vagyunk az Olasz Rivéra, látszódik, rettentő hőség van. Ma is max, talán égi áldás vár ránk. Az előrejelzés most azt mondja, hogy nem. Legyen is így. Üdvözlök mindenkit, Bandi bácsi vagyok, illetve ott pakalászik Palkó. Egy újabb kempinges napon vagyunk túl, már csak a maradékokat pakolásszuk meg, majd egy kis reggeli, és akkor megyünk is tovább. Ott aludtunk a fűben, sátrat már lebontottuk, tegnap már bemutattam a szálláshelyünket nagyjából, úgyhogy ha valaki lemaradt volna, akkor a tegnapi részt megnézheti. Annak is a végén volt ez a kemping bemutató. Aki meg velünk akar tartani, az jöjjön tovább velünk a Toszkán Rivérán. És akkor megkezdjük mai napi etapunkat. Palkó mögött, mellett ott található a kemping. Itt voltunk benn. Egy kis családi kemping, nem volt drága, vagy hát nem nevezhető drágának, kettőnknek volt 22 euró. És újabb hangulatos útvonal vár ránk. Ma is várható egy jó kis MTB terep, reméljük eső oda már nem jön, mint ahogy tegnap. És természetesen üdvözlöm a kedves nézőket is, azokat is, akik esetleg újonnan csatlakoztak ebbe a Toszkán kalandfilmbe. Toszkán kalandok, itt kóricálunk május elején a Toszkán Rivérán most éppen, de voltunk a belső régióban, és még megyünk is vissza. De most egyelőre még a Toszkán Rivéra fog következni, még egy darabon. Végtelen egyenes, végtelen száguldás, napsütésben, gyenge hátszéllel. Előttünk egy McDonald's reklám, és most egy kicsit unalmas olaszos táj, amit azért itt ott egy-két olívaültetvény, illetve az a szép nagy fenyő díszít, összességében.
azért nem csúnya. Ott egy kicsit sötétség, a tenger felé pedig egy nagy csúnya erőmű. Hát most ez a táj vár minket egy kis ideig. De remélhetőleg, azaz meg is lesz, szóval a folytatásban izgalmasabb útvonal vár ránk. Azért mutatom, gyerekek, van itt kerékpáros élet, itt egy hatalmas nagy boly. Vannak egy páran. Ciao. Ha. Ott meg a lemaradt kolléga. Igen, csak tiplizik, hogy utolérje a többieket. Most nem tudom, hogy hozzáig tartozik-e vagy nem, de elég szépen nyomja a sprintet. Közben közelítjük Piombinót. Hatalmas egy ipartelep itt balkézre tőlünk. Mondjuk ebből mi most csak szerintem a szélerőműveket látjuk, de látok ilyen különböző ipari létesítményeket is. A hegy oldalába fogunk majd beslisszanni a városkába. Egy elég nagy kiterjedésű ipartelep után megérkeztünk Piombinóba. Szinte mondhatni, hogy a lakott rész elejébe érkeztünk. A kezdéstek olyan vegyes vágott kinézete van a városkának, így vasárnap. De úgy az épületeknek is. De a tengerparti rész a szép, a vára, hát kastélya, illetve a nagy tengerparti térre, ami természetesen meglesünk. Na és itt is van a régi kastély. A vár. Nem egy hatalmas, de mutatós darab. Van itt körhintánk is. És ittben pedig már a belváros, óváros. Itt is itt a színház. Színház is, mozi. Így bele tudom rakni a képernyőbe a tornyot. Ez a mini kis erőd váracska. Cosimo Medici remek műve. Hát bemenni sajnos nem lehet. Ugye ez 1500-as években épült a reneszánsz idejében. És ha majd reneszánsz, akkor majd most majd fogok beszélni ebben a részben róla. Hiszen a Toszkán, illetve Firenzéhez kapcsolódóan az egyik legfontosabb korszaka a világnak. Na, szóval itt van ez a szép kis erőd, aminek funkciója nem sok volt, igazából dísz volt, illetve börtönként is használták elég sokáig. Ott vár minket még egy templomtorony is, illetve egy templom, a kapu. Úgyhogy azt is meggyönyörködjük. Bár azért jól mutat fenn a harang, meg úgy középen, hogy a ablaktájnál az van egy parabola antenna. Ah.
van valami kiírás az utca neve. Palazzo Comunale. Van itt nekünk térkép is. Sellőleg ez a városháza. Mindjárt kicsit távolabb megyek, bár már azért fotóztam. Egy ókori térre épült. Bronz harang van fenn a tetején. Ezért nem csúnya épület. Bár már távolabbról fölvettem, de ilyen közelebbi. Csak belerakjuk a képernyőbe, felvétel is készüljön már. Tetején azért jól mutat az a kamera parabola, meg a sirály. Mielőtt tovább mennénk, azért ezt megmutatom. Ez a hátulja a városházának. Azért szemből minden jobban mutat, de néha érdemes a hátulját is fölvenni, hogyha lehet. És közben megérkeztünk a partra. Majd mindjárt minden szemügyre veszünk, csak közben eszembe jutott erről a történetről, hogy volt egy fotós, aki úgy fotózott, hogy különböző műemlékekhez elment, de tényleg ilyen nagyon híres helyekre, és háttal állt. Háttal fotózott, tehát nem a műemléket fotózta le, hanem azt, amit a műemléktől lehet látni. És azért a legtöbb helyen rettentő csalódást tudja érni az embert. Na mindjárt térképet lesünk. Azt mondják, hogy itt ez a Piazza Giovanni Bovio, ahova most ide kisétálunk, ez az egyik legszebb tér itt a tengerparton, itt a környéken. Hát legyen úgy. És, hát most így. Igen, itt van a kis jakkikötő, és akkor itt van a városháza. Nem itt van, itt van valahol a városháza. Így gyönyörködtük a történetet. És itt vannak nagyjából a látnivalók, a templom, a vár, meg még egy templom. És akkor menjünk, nézzünk ki a téren. Itt sétálunk a téren, mindjárt elmegyünk itt a Ponyvás bazár sor mellett, és feltűnik Elba szigete. Napóleonnak életének utolsó története. Na mindjárt kimegyünk oda a csücsökbe, és akkor ilyen titanikus feelingbe majd fölveszem a szigetet. Itt van a négy égtáj. Pont északfele. Ez már északnyugat. Ez pedig itt már nyugat. Mindjárt kimegyek a képből. Így egy kicsit. Remélem benne van a képben az iránytű. A Bringa és Elba szigete. Gondolkodtam rajtam úgy, hogy milyen jó lenne oda is átmenni, de bevallom, sokallottam az árat, a kompnak az árát. Nagyjából fejenként olyan 60-70 euró környékén jött volna ki az oda-vissza út. Ezt meg már úgy azért sokallottam volna. Mert még azért még mindig sajnos alacsony költségvetésű a túra. Már azért tényleg nagyon sokat segítettetek, hogy ide eljussunk, és ezt a filmet láthassátok. A mini világító torony, és ott jön a Blue Navi Elba szigetéről. Na most kíváncsi lettem, úgyhogy meg fogom nézni, hogy van itt majd térkép is, hogy mit látunk. Meg fogom nézni mindjárt, hogy mennyibe kerül a kompjegy.
így valós időben, ha most venném meg, persze interneten keresztül, és akkor itt van egy ilyen, hát, hogy mi mindent látunk. Elvileg Korzikát a sziget jobb oldalától láthatnánk, ha tiszta lenne az idő. Monte Capane, ott az jobb oldalt a legmagasabb pont. Montegera, nagyjából itt középen. Ez a kis sziget itt közelebb. Hú, de hosszú neved van. Palma Lola. És elvileg Korzikát nekünk ott nagyon a háttérbe kéne látnunk. Nagyon-nagyon a háttérbe. Hát az most nem látszódik. És ha már itt van nálam a zoomos kamera, akkor kijövünk ide tényleg a csücsökbe, és akkor zoomolgatunk egy kicsit a túloldalra, mert az olyan jó játék. Eddig nagyon nem volt rá alkalom, hogy használjam ezt a kamerát, mert nem nagyon kellett olyan távoli dolgokat közelebbre hozni. Na nézzük meg előbb a kis távoli szigetet. Aztán van nekünk egy kompunk. De hát ott integet valaki éppen. Figyeljétek, mert kijelzőn. 2K felbontásban, hiszen annyit fog majd tudni a videó, hogyha elkészült, illetve ti már ezt látjátok. És akkor el van szigetel. Ott is van valami nagy hajó. Kis sziget itt a közelben. Kis templom a tetején. Ott a legmagasabb pont azért felhőben. És itt jobbra láthatnánk Korzikát, ha tiszta lenne az idő. Ott viszont süti a napa. Hegyen oldalt. Oda? Oda. Jó, fele közelítek ott. Miközben tovább gyönyörködünk el a szigetén, illetve a két Móbi hajó találkozása fog következni hamarosan. Sokan mondják, hogy a tenger mellett élni gyógyító hatású, vagy tengerhez elmenni, akár csak nyaralni gyógyító hatású. Most nem tudom, hogy a kedves nézők között, akik így végig gondolják magát a gondolatot, hogy erre gondoltak-e. Felhős az idő, hát olyan 16-17 fokos lehet talán a tenger. Napozni nagyon nem lehet, néha ránk szakad az ég. Hogy ilyen gyógyászati lehetőségre gondoltak-e ebben a mondatban, hogy a tengernél eltöltött idő az gyógyító hatású. Amúgy hozzáteszem, hogy mi viszont nagyon jól érezzük magunkat, lehetőségekhez mérten is, amikor kell, azért megkapjuk a jó időt, a napsütést, meg néha az esőt is, de nem veszi kedvünket, mert azért a látvány bőven kárpótol. És hozzáteszem, amúgy Toszkánában vagyunk, a Toszkán tengerpart egyik legszebb része. Tengerparti kerékpár úton csodáljuk Elba szigetét, a túloldalon, illetve a kis vitorlásokat, akik itten ringatják a popójukat. Mi pedig itt haladunk, és megpróbálunk kijutni a városba, és oda a domboldalakra feljutni. Mert ott is igazán szép látvány vár ránk. A nap egyik fő attrakciója, természetesen Elba szigetével együtt, már mint annak a látványával. No, és akkor itt város szélen megkezdjük a erdei futamot. Elég sok bringás autója van itt amúgy, úgyhogy attól félek, nem mi leszünk itt egyedül.
De remélem verseny azért nem lesz. Ott vannak innen a Salgótarjáni panelházak. És itt pedig akkor vár ránk egy jó kis terep. Alakul. Az előbb még itt a... Hát már vissza, hogy látszódik a kamerátnak. Még lavíroztunk a toronyházak közelében, kicsit aszfalton. És most már megkezdődött a igazi hegymenet. Már rögtön 104 méterre törtünk fel. Azért az nem semmi. És elég jó úton haladunk. Kicsit dagonya lenne egy nagyon picikét esőbe, de szerencsére most az nincs. És mondom azért, aki most kapcsolódna be, és csodálkozik, vagy valami, hogy mi bizony azért, főleg én, de azért Palkó is, csomagos bringával vagyunk, és vagyunk ilyen hülyék, hogy ilyen terepet bevállaljunk. Sport is a cél, illetve a látvány is, a kilátás nekünk is, illetve a nézők kedvéért. De azért a sport szempont. Bár azt már mondtam, de azért van benne sportérték. Előttünk pedig próbálkozik rajzolódni a kék ég, elbaszigete a távolban. És olyan, mintha valami verseny lenne, vagy valami, mert vannak itt ilyen táblák jelölve, illetve lesz ott mindjárt ismertető, azt megnézzük. Közben ott van elbaszigete, de jól néz ki. Az útvonalak, itt Piombino mellett, elvileg ez is egy természetvédelmi terület, és ott a 302-es, onnan lentről indultunk, és megpróbáljuk a partvonalat követni. Elvileg az út is fogja engedni, meg ha úgy jól emlékszem, akkor nagyjából úgy is terveztem a túrát, hogy majdnem végig a part mellett jövünk. És ott van Populina, az egy ősi etruszk településnek a romjai. Azt nem nézzük meg, mert az ilyen ásatási terület belépős, elég drága, azt nem. Viszont fölötte van egy reneszánsz vár, egy gyönyörű szép vár, azt viszont megcsodáljuk. Na, hát térkép alapján ennyi, és akkor mutatom képekben. Van egy visszatekintésünk Piombinóra. Eléggé mutatós a látvány. Szakadozott felhőzet, talán az fölénk is ér hamarosan. Gyönyörű szép kék a tenger. Távolban kisebb-nagyobb szigetek. Gyönyörű nagyon. Mintha valami verseny lenne. Az összes bringás, akit látunk, az mind e-bike-os. És a legtöbb ilyen van rajtszám is. Az egyik még meg is állt, és hát olaszul magyarázott, hogy motor nélkül jövök. Hát na, a lábam a motor, egyelőre amíg bírom. Már való igaz, hogy ezen a terepen azért jobban el kellene a motor. Buongiorno. Nem biztos, hogy nem erőlködnek, azt tuti. Nem olyan fantasztikó kilátás, de megálltam. És hát elba szigetet most épp mossa az eső. Mindjárt nézek egy radart is, esküszöm. De az nem is elba sziget, bocsánat. Ez valami más. Ott van elba szigete. Az nem Korzika, az ami nagyobb, közelebbi sziget. De ott tényleg mossa az eső a tengert.
Akkor még egy kis Elba-sziget arra. És a terep, ahol jövünk, próbálok azért menet közben is felvételeket készíteni. És motorral is jönnek, cross motorral. Hát azt az én sem. Nem igazán van kilátásunk, viszont a telep tökéletesen adja magát. Hol egy kicsit küzdelmes, hol egy kicsit nem. És amikor jönnek az elbájkosok is, akkor mondják, hol a szúr, hogy ez motor nélkül megy. Azért az kicsit olyan hat. Köszöntek is amúgy elég szépen, szép számmal. Voltam, hogy nem olyan rég nekik egy pihenőjük. És mivel nagyon sok elbájkos van, itt ilyen valamilyen rendezvény van, ilyen italozó, meg mit tudom én, falatozó, felállítva jönnek itt az erdő közepén, ott bandáztak. És még szerintem fél távnál se voltak, vagy nem tudom. Nem tudom, meddig tart ez a kis elbájk túra, de hát... Na, persze ügyesek voltak, meg jól mentek, de azért most ilyen önfényezés van, mert csomaggal vagyok itt fönn, egy 3x8-as váltórendszerrel felszerelt, épített bringával. Közben gurulunk lefele, és az erdei hangulat az nagyon jó, főleg, hogy elhagytuk az e-bike-osokat is, és már nincs akkor a hangzavar. Néha egy-egy futót látunk, de ők nem annyira vészesek. Bocsánat, ha esetleg mégis ugrálna a kamerakép, de le kell támasztanom a kamerát, meg első kézzel fékkel fékezni. Azt hiszem, most már lefele megyünk, intenzíven, hogyha nem e-bike-os fölfele közben. Nem, ez nem egy bájkos, ez nem egy bájkos, na végre. Buongiorno. Értünk újra az aszfaltra, megtettük a terep gyakorlatot. Jó esett, jó volt. Falkónak ez tetszett? Nagyon tetszett, igen. Csak pont kifogtuk, hogy valami mountain bike-os verseny volt, és rengeteg kerékpáros volt. Úgyhogy... Nem igazán volt csöndes az útvonal, de nagyon jó volt. És most meg tömény hegymenet van. Elvileg a látnivalóhoz megyünk. Aztán akkor ott egy kis pihenés, megnézelődés. Megebéd. Igen. Íme, megjöttünk. Csak kisketek elnéztem el ezeket. Nagyon jól néz ki ez a vár. Tudom, ez most már csipogat, mert rossz helyen felemegyünk. Hát ez gyönyörű. És akkor ide értünk egy kicsit gyönyörködni, nézelődni, pihenni. Hát kéne vinni egyet, három egyet. Igazi vár hangulatát idézi a hely. Már itt laknak is, azt hozzáteszem. A modern és a régi keveréke, de a szállítókötelek például ott vannak kint. Így keresztbe az úton. Illetve adótorony mobiltelefonnak. Szarvasos kopogtató. Így ide elnézünk a végébe. Mert szintén magánház ott a lépcsőn nem lehet fölmenni. Meg ez is ilyen magánporta itt.
Magánporta. Hát végül is a fő utcája kis váracskának. Itt láttunk egy mini pizzaszeletezőt, úgyhogy lehet, hogy pizza lesz most is a menü. Vettük a menüt, mutatom a pizzát. Egy elég jó pizza. Illetve, hát ez egy ilyen kenyér. Azt mondta, hogy kenyér. Igen, hát de ilyen olivás, de úgy nem igazán érzem, hogy mi van benne. Valami fűszerezett, ilyen kenyérlángos-szerű. A menü szintén ugyanaz, sajtos pizza, és ugyanaz a valami. Hát megkóstoljuk. Ez tényleg egy olivás valami, eszméletlen finom. A pizzát azt kivégeztem, azt hozta a formáját, jó ropogós volt, jó sajtos, jó paradicsomos. Hát meg ilyen jó ropogós, tényleg ilyen olivás, olajos kenyér. Szerűség, finom. Itt van a bejárat, meg a nagy torony is. Belépős, de mivel olyan hatalmas nagy látvány nincsen, úgyhogy ezt most kihagyom. Már lehet, hogy benézek, illetve itt van a templom is. Kis egyszerű kis templom. Meg innen talán jobb a pozíció. Illetve még a templom torony. Ez is mutatós kis darab, ez harangozott nem olyan rég, ugye? Délre érkeztünk ide. Itt meg már Zsák utca van. Na, feladat még. Hűtőmágnes otthonra, emlékben. Meg egy kis pihenés még, és akkor hamarosan folytatjuk utunkat tovább. Egy kis leírás a toronyról is. Azt mondja, hogy 12. században kezdték el építetni a pízai hercegség. Nagyrészt a törökök, illetve a kalózok ellen. Közben megjelent a napocska is. Hála az égnek, a gyönyörű szép kék az ég, Palkó feje fölött. És akkor még egy kis pihenés, aztán folytatjuk tovább az utunkat, itt Olaszországban, a Toszkán Rivérán, mert még egy kicsit még ott fogunk menni. És akkor még egy gyalogtúra a vár alatt, kilátása. Hát, ja, hát kéne radart nézni. Na mindegy, amúgy tök jó, padok vannak. Itt voltunk ezen a hegyvidéken, és ott van a etruszk település, az ókori Populuniának a romjai, ezt lehet itt megtekinteni. Ez itt a fő látványosság leginkább, persze azoknak, akik szeretik az ilyen köveket és maradványokat megtekinteni. Régen ugye itt etruszkok laktak, őket igázták le a rómaiak. Viszont az igazság, hogy itt a Toszkán részen nagyon római kori emlék nem nagyon maradt meg. Legalábbis amiket olvastam, illetve az én tudomásom szerint. Itt van a fél bátya, így körbe, egy szakállas bácsival a tetején. Jól mutatom úgy, mindjárt én is csinálok egy fotót róla, illetve maga az erődváros. Mutatós darab. Na még egy kis séta, csak már a túloldali kilátásra is kíváncsi vagyok. Már amit enged persze. Hát, a nyílt kék tenger. No. Nagyon jól néz ki. Én örülök, hogy sikerült eljutni ide, és sikerült ezt látni.
főleg egy jó kis MTB útvonalon végigjönni. Az egy kicsit úgy megfűszerezte a napot. Most még azért van feladat, mert vizesek egy kicsit a sátor, illetve a ponyvám, ugye tegnap az esőbe azt húztam magamra, és az volt a sátor alatt, és az által és egy kicsit átnedvesítette a sátrat, úgyhogy azért szárítani kell, úgyhogy most legurulunk tengerpartra, keresünk valami jó helyet, ahol tudunk szárítkozni. Úgyhogy még egy kis időhúzás lesz sajnos, de az ilyen kötelező program. Ott már a bringa vár engem. Megérkeztünk a Lenti Beach-re. Állítólag meg itt is szoktak ásatásokat tartani, rendezni. Egy kicsit az időjárásra meg visszatérve, meg a Kossuth kalapja van, mert fenn elkezdett szemerkélni az eső, itt is szemerkél. És közben meg süt a nap. Hú, de jó kis sekély víz van itten. Látjátok milyen a... Milyen hamar elkezd hullámozni, az azt jelenti, hogy eléggé sekély itt a víz. Igazi gyerekbarát. Hú, ez még egy fotót is megérne. Akár így napsütésben. Majd szerintem a... Ott. Íme itt a beach. És közben szemetel az eső amúgy. Én azért egy jó kis tengerparti hangulatot mutatok már nektek. Ez pedig itt a Baráti Beach. Kicsit rendeződött itt már a tenger, ahogy látom. Ott arra fele jó homokos. Szerintem egy fotót is megér. Egy kicsit. Ha nem leszek vizes, akkor megtapicskolom magam. Na, ezt a tenger. Jaj, gyere tenger. Nem jössz tenger? Nem jössz tenger. A Tirrén tenger, gyerekek. Eddig még sosem jártam itt, kivéve most az elmúlt pár napban. Hangulatos amúgy. Főleg itt a Toszkán tengerparton. Itt van egy tintahalnak a gerince. A nem ehető része. Meg egy kis állókép is így a hullámzásra. Azért még mutatom, amíg lehet látni ebben a gyönyörű szép napsütésben, miközben hátulról amúgy a szél fújja ránk a esőt. Hú, ez nagyon hangulatos ez a Baráti Beach. Erről például láttam így fotókat, de így élőben sokkal jobb, sokkal szebb, sokkal látványosabb, és milyen jót lehetne itt is beachelni, strandolni. Közben itt is vannak ásatások, régi etruszk emlékek. Már azt hiszem ez a része itt nem látogatható, de például nagyon jó vaduló helyet látok ott éjszakára. Jó sötétbe kell eljönni, és akkor tök jó hely. Meg valami etruszk hajószerűség. Ja, a nekropolisz van ide lent. Aha. Már emlékszem. A legesztétikusabb természetesen a tengerparton való szárítás. Szárítás lenne a legjobb, de
ott azért kicsit homokoszosabb lenne a dolog. Itt viszont egy autós parkoló mellett vagyunk. Itt a oldalsó korlátokra szépen ki tudunk teregetni. Lassan megszárad minden. Itt közben pedig az archeológiai területet reklámozzák. Itt nekünk, és itt van a parkoló, szerintem az inkább a strandolóknak szól, mint a kultúrát kedvelőknek. 1 óra 2 euró, 2 óra 4 euró, 3 az 6. 4 óránál már 10 cent kedvezmény van, ott már 7-9 van. 8 órára 15 euró, hát azért 8 órát itt el lehet strandolni, itt átmegyünk a gyönyörű szép Fenyvesen, és a túloldalon már ott van a beach, a baráti beach. Na, úgyhogy ilyen egy szállítás, ez a kötelező program, ilyenkor esős időszakban sajnos. Persze kell hozzá napsütés is, hogy meg tudjuk szállítani a cuccokat. És megkezdtük újba utunkat. Ez még mindig a Baráti Beachnek a hátulja, amúgy csak megsugom. Ott van egy ilyen jó kis kifőzde. Itt háttérben nagyon jó füves plac. Akár még sátorozni is milyen jó lenne. Itt balra pedig Toszkán dombokat idéző dombok. Táj. Már azért a második napi, vagy harmadik napi, mert az első teljes napunk az eső napot, meg volt egy fél nap, mindegy. Az a lényeg, hogy az igazi dombvidék a Franciganán az azért hozta a Toszkán táj ízét, látványát. Ez pedig ilyen hamisítatlan olasz Fenyves. Figyelitek délutánra, milyen szép időnk lett? Szép kékség, persze a tenger felé. Ez benne azért még borongós a szárazföld felé. Egyelőre még nem oda tartunk. De azért majd kicsit már meg kéne nyomni, hogy azért megkezdjük a befordulást. Nem még, azért bőven van időnk, 2 óra magasságában vagyunk, még nem rohanunk annyira erőre. Még mindig itt vagyunk a Tirrén tenger partján. Itt a Toszkán Rivérán. Persze, mi itt megyünk, de kilátás az nem mindig van. De ahogy van, igyekszünk azt megmutatni nektek. A kép az nem adja át, de itt van mellettünk amúgy a tenger. Van ez a meghagyott és védett erdős terület. Ezeken több helyen van ilyen keresztül átsétálható rész, mint például itt is ajtó van, de mellette el lehet gyalog menni. Kerékpártároló, minden van ottan. És igazából most, hát nem hiszem, hogy látja a térképet ez a kamera, nincs rajta elég fényerőse. De most körülbelül ugye 300, esetleg 400 méterre lehet tőlünk a tengerpart. A hangulat, hogy tudjuk, hogy ott van, az felülmúlhatatlan. Amúgy végig mindenütt parkoló van kialakítva, és mindenütt azt reklámozzák, hogy Bigiletto, vagy Bigilietto tiket. Tehát itt autóval jövünk, gyönyörű szép homokos tengerpartot kapunk, de bizony a parkolásért fizetik el. Na most ezek a parkolóórák le vannak takarva, nem működnek, úgyhogy most siessen gyorsan mindenki. Persze, amikor már látjátok, már ne. De most ebben a per pillanatban például ebben a kellemes, hűs 18-19 fokban tökéletesen lehet pancsolni a tengerben. Látjátok, amúgy itt balra van kerékpárút is. Hát, olyan vegyes vágott. Elég jól haladunk itt a kerék, vagy az autóúton autók nem zavartatják magunkat. Mi se. Probléma nincsen. Egy kicsit jobban haladósabb itt most a tekerés.
San Vincenzo településén haladunk át. Itt van mellettünk a tenger. Nagyjából ilyen kitekintésünk is van rá. Viszont most végre megjött a napsütés. Meg egy kis szembe északi szél van, de az annyira nem zavaró. Teljesen hangulatos tengerparti kisvároska. Igazából üdülőfalunak mondom. Kicsit beljebb megyünk, mert egyirányosított az út. És szerintem fölmegyünk a járdára. Akkor jöjjön egy kis tengerparti szakasz. Kikötővel. Azért itt is jó kis hajók vannak, meg kell hagyni. Bár igazán a tengert innen sem lehet látni, mert kitakarja a növényzet. San Vincenzo. Itt vagyunk most. Nem rossz kis hajók, mit nem mondjak. És nagyjából lelestem egy árat, hamburger 6 pénzért árulják. És azért a korabeli házakból is el lehet kapni néhányat. Hú, most nagyon jó amúgy, hogy végre kisütött a nap. És jó érzés végre egy kicsit a tenger mellett is jönni, ha már tengerparti az útvonalunk. Ilyenkor mindig olyan örömbiciklizés van. Legalábbis nekem most ezen a túrán. Napsütés, tenger, kerékpár kell adni, több nem valószínű. Hát sok-sok kilométer átát, de megérkeztünk a tengervízhez. Bibbánónál vagyunk, Bibbánó Beach. Jó hosszú homokos tengerpart, amerre a szem elrá, és ott a távolban az a nagyváros, az a terület Cecina. A feladat pedig most nem más. Hát pancsizni nem fogunk, ott van Elba, hanem itt megkajálunk. Mezitlábas talpmasszázs. Kíváncsiságból azért megnézem, milyen hideg ez a tengervíz. Valószínű nagyon. Hú! Rettentő hideg. Igazából most itt a távoli tájban már nem tudom eldönteni, hogy mi az, amit látunk. De például itt távol a horizonton, talán a kamera látja, ott is van egy kis sziget. Illetve itt szintén, itt a távolba. Hát így beleállni jó, másra nem, tényleg hideg a víz. Mutatom egy kicsit a habokat már, hogy szokjátok az érzést így télen, vagy nem tudom mikor megy már az a rész. Bizony a tenger azért jó. Csak úgy a hangulat kedvéért, mert ez van, jól néz ki. Apartmanok, szállások, mögöttünk pedig a part, a tengerpart, ahol kajáltunk, ahol lábat áztattam. Kielleszkültük a maximumot.
Bár volt egy bátor néni, azt hozzáteszem, az nyakig simán belement a vízbe. Én az olyan bátor nem lettem volna. Akkor még egy utolsó tengerpart melletti terepezés, és igazából idő most nem adódott arra, hogy beszéljek arról, amiről szerettem volna, hiszen kimentünk a főúton, a laposon, hát gyönyörű szép fák között, meg néha itt-ott ilyen dombos kilátás, meg gazdagnak tűnő borászatok mellett, de összességében olyan látványtalan helyen jöttünk. Hangulata megvolt, de kamerának megörökíteni nem feltétlenül volt annyira hangulatos. Úgyhogy így lehetőségem se volt arról beszélni, amit már megígértem Populinába, a reneszánsz, és most se fogok, mert nem illik a tájba bele, hogy én erről most itt beszéljek, de a holnapi nap mindenképpen szóba fog kerülni, és beszélni fogok róla. Illetve még erről az útvonalról annyit, hogy ez már szintén valamelyik az elmúlt évekből származó Toscan Trailnek az egyik útvonala. Úgyhogy igazából visszatértünk úgymond a kezdetekhez, az alapkoncepcióhoz, a Toscan ösvény nevezetű túra útvonal követésében. Illetve a továbbiakban is az várható, de ebben lehet, hogy lesz egy kis csavar, mert az időjárás erről jelzések viszont nem nekünk kedveznek, de erről majd később beszélek. Ötletem sincs amúgy, hogy milyen hosszú ez a film, mármint ez a rész. Próbáltam azért a lényegi látnivalókat felvenni és megmutatni nektek. Remélem, hogy sikerrel, és a sorozat eddigi részei is már azért úgymond tetszett nektek. Sokan megnéztétek, akár végig is, mert van, aki nem szokta. Például, most itt elmondom, volt egy olyan ember, aki azt mondta nekem, hogy 10 másodpercet tudott megnézni a filmből. Azt jelentette, hogy a film elejéből 10 másodpercet nézett meg. Hát elég hamar le tudtam vonni a következtetést akkor, hogy valami szart csináltam. Nem tudom, de én azért szoktam 10 másodpercnél több időt adni különböző filmeknek. Természetesen, ha van rá időm. Ha nincs rá időm, akkor bele se kezdek abba, hogy megnézem. No, mindegy, ez csak egy szösszenek. És vannak is, de hát az ember mindig kap pozitívat és negatívat, hogyha magát már nyilvánosság elé teszi, bármilyen formában, akkor már ilyen is kapja a negatív és a pozitív visszajelzéseket. Persze természetesen a pozitív visszajelzések a legjobbak. Hát a negatívok is jönnek, és hát azokat is el kell fogadni, mert azok kritikák. Csak nem mindig esnek jól. Meg valaki kicsit durvábban csinálja, valaki kicsit lájtosabban. Meg kell találni ebben is az arany középutat. De hát ugye a nézőkre van bízva, hogy mit néznek meg. És hogyha engem néztek, az már fél siker a részemről. Itt morajlik mellettünk a tenger. Szerintem a hangját már nem fogja hallani a kamera. De itt viszont ki fogunk látni, mert itt megszűnnek a fák. Hát nem megszűnnek, kidőltek, kivágták őket, nem tudom. Kidöntötte valami nagy vihar. Fú!
Nagy pusztítás volt itt. Ezek kidőltek, itt valami nagy vihar volt. A gyökerestől mindenhogy kifordultak ezek. Nem lehet rossz itt is kicsövezni a partra. Ajajajajajaj, dagonya. Meglátjuk, hogy... A szelecske egy kicsit kibabrált. Na hát, hogyha olyan homok van, akkor tolás lesz. Gyerekek, ha már így alakult, hogy meg kellett állni a süppedő homok miatt, akkor tessék, a Tirrén Mare, a Tirrén tenger, és egy kis katasztrofia, legalábbis ahogy elnézem, de már sokan itt valami kuckót építettek itt, úgyhogy hát ez nem mai dolog már, ahogy látom. De mondjuk szélirányban nőttek itt a fák is. Na, ez egy jó program lesz tolni itt a bringát. De mindent a haladásért. Nagyon szép időnk van itt. El nem akarom hinni, hogy itt kedden szakadni fog a eső. Mármint itt szakadhat, mert nem itt leszünk, de... Na, tolgatunk egyet. Csak az élvezkődésért, hogy ti is velünk jártak ezen a fantasztikus úton. Tiszta jó itt ebben az tengerparti erdőben itt tekerészni. Összese lehet hasonlítani a Váci Dunaparti erdővel és az ott vezető kerékpárúttal. Valami kis csatornaféle. Hú, hát ez nagyon jó. Remélem, hogy a kép is visszaadja azt. Hát az érzést nem tudom átadni, de talán a látványt azt igen. Szerintem ezt sokan tudnák élni. Az biztos. Néha azért vannak akadályok is. Az utunk erre vinne tovább. De nincs probléma, mert itt fölmegyünk, és akkor ott van az autóút, és ott tudunk menni. Mert azért az erdei hangulat, ez jobb lenne. Na, még egyszer ott utoljára kikukkantunk a tengerparton, és elköszönünk a Tirrén tengertől. Most már nem leszünk itt a közelébe. Visszabefordulunk a szárazföld irányába. Na, gyerekek, akkor a Tirrén tengertől itt fogunk elbúcsúzni. Ebben a hát szép látványos környezetben. Távolba felhők, szép kék az ég, hullámzik a Mare, mert itt olaszban úgy hívják, hogy Mare. És a környék, ahol jöttünk el, nagyon szép, főleg így az esti fényekben is. Ott az a nagy kúpos az ott az elba, aminek a teteje felhőben van. Gyönyörű szép. Hát, Viszlát-tenger. Én még egy pár fotót csinálok, aztán már majd a következő snitbára befelé vezető útról fog szólni. Csak mondom azért, hogy Cecina azért nem egy kis település. Jó, hát nagyrészt gyaraló övezet, de ezzel az erdei karikázással szinte semmit nem tapasztaltunk belőle. Nagyon jó volt itt az erdőn keresztül jönni, nagyon hangulatos volt. Vada következik még, az utolsó tengerparti település, de innen már nem látunk le a tengerre. És akkor kanyarodunk föl éjszaknak. Úgy néz ki, hogy a mai napon
még, hát ameddig megyünk, most a 6 óra magassága van, követjük a trekket, és akkor holnap már letérünk róla. Kedre egész napos esőt mond, ma vasárnap van, úgyhogy holnap a lehető legjobban meg kéne közelítenünk San Gimignano-t, vagy akár oda is érni valahogy. És akkor onnan, igaz, hogy kett szerdánk még ott lenne, de kett szerdára is esőt mond. Úgyhogy, hát ha benéztek oda a szárazföld felé, most, hogy már bekanyarodtunk, látjátok, ott azért nem kevés felhő van. Holnap még egy szép viselhető nap lesz. Bízok benne, hogy valamennyire az, hogy átíródik ez a keddi nap, de egyelőre hiszünk a jóslatoknak, és termódosítás lesz. De hát még ne rohanjunk annyira előre, még ebből a napból még van valamennyi, úgyhogy senki ne kapcsoljon el, még ha tervezte volna is. Hiába már nincsen tenger, ha esetleg valaki csak amiatt kapcsolt volna ide. Most is lesznek még izgalmak, látvány, igyekszem azért pótolni. Még úgy is, hogy kimaradnak dolgok. Hát azért meg kell hagyni. Tud a kertek alatt vinni. Ez a trek. Nem semmi. Nézzétek, itt megyünk a búzába. Nekem az utat kéne figyelni, nem a kamerát. Úgy elnézést. Próbálok azért egy körbe-körbe panorámát mutatni. Szép helyen megyünk, hangulatos. Fú, hát nem semmi ez a trek. Ez a Toscan Trail. Ez is oda tartozott. Nem tudom, hogy a 2023-as az idei mit tartogat. Igazából csak kíváncsi lennék rá majd, ha már valaki majd tesz fel róla a trekket, mert ugye pénzért kell nevezni rá, és csak akkor kapja meg az ember indulás alatt valamikor a teljes útvonalnak a GPX-ét, tehát a túra útvonalát. Azért már felfeltűnnek a dombtetőre épített házak, városok. Ott például egy a távolban, illetve itt is volt egy, csak most a fasor takarja. De a távolban is, azért vannak már házak, épületek a dombtetőn. Jön egy autó, majd nem ide jön. És már alakulnak a toszkán házak, az igazi klasszikus, amit már megszokhattunk a első részekből. Gyenge hátszelünk van, most mellénkben kicsit melegen van. Lehet meg is kéne tőle szabadulni. Szép ez a kora este. Hát még annyira azért nincsen, az elég magasan van a nap. De már nem sokáig. Juhú, egy kis gurulás. Ott a távolban még a tenger, meg valami csúnya ipari létesítmény, de inkább a tengert mutatom. Ott magasodik a távolban. Milyen jók ezek a fények már így kora este. Távol az a piros pipacsmező, vagy mi az? Hoho, tök jó. Hát megkezdtük a letérést a pályánkról. Elértük azt a szakaszt, még egy kicsit megyünk akkor az újra tervezett részen. Castelli. Na.
M valami, most elfelejtettem, itt is rövidítve volt kiírva, már elég hosszú neve van. Úgyhogy akkor most aszfaltozni fogunk, pedig nagyon szép terepek voltak betervezve, vagy hát a Toscan Trail útvonalán, de nem, már elmondtam. Úgyhogy most ez az új útvonalunk, és itt lesz feladat majd valahol elvackolni magunkat. Újra hegymenetben vagyunk, de most már folyamatosan fog jönni a hullámvasút. Újra dombvidék. Kicsit necces egyelőre a táborhely. Olyan volt, hogy ne legyen sehogy. Mármint olyan nem volt, hogy ne legyen sehogy, ezt így szokták mondani, úgyhogy kis visszatekintés még. Mögöttem a napocska. Így talán. Kilométer óránál. Ez kikerül. Technikai probléma. Vízzel biztos elnyomtad. Hát, hogy elég miért. És még egy kis esti bónusz, miközben próbálunk helyet találni, csak még nincs. Hogy... Nem fog tisztítani a kamera. De ki lehet venni ott a háttérben, látjátok azt a kékséget? Az ott Korzika. Mivel most hátulra süti meg a nap, és elég tiszta az idő, úgyhogy... Térképen is leellenőriztem, nem lehet más. Ez pedig előtérben egy kisebb kis sziget itt, és ott Korzika. Hát végül is láttam Korzikát szinte élőben, de hát elég messziről. Örülök, hogy ezt is láthattam. Mutatom a szálláshelyet. Kis kápolna van itt mellettünk. Ott fenn, arrafelé már a település. Meg a bringet mindjárt beljebb tolom még, parkolj telefona. És akkor azért mutatom a kilátást. Sátor majd itt lesz valahol. Hát sajnos az az egyház probléma, de talán Gustafsson nem fog kinézni onnan. És akkor íme a kilátás. Hát sajnos az az ipari valami, az annyira nem szép. Naplemente, hát a hegy mögött nem teljesen fogjuk látni, de szép nagyon. Itt van mellettünk még egy ház, amúgy lenne az út mellett. És itt a templom, hát kis kápolna bejárata. Ebben a szép tájban fogunk mi most alukálni. És tényleg ott van Korzika. Én nem hiszem. Tényleg ott van. Nem is tudom, honnan lehet átkompolni amúgy. Hát innen Livorno van legközelebb, mint központi hely. Hát most nincsenek meg a emlékeimben, hogy hol lehet átkelni. Ez tényleg szép, szép helyen leszünk. Na még egy pár képet majd mutatok nem sokára, csak én is kicsit hazaszólok, hogy minden oké, minden rendben. Na gyerekek, amíg még van egy kis fény, hát nem sokat látok. Azt mondja, volt ez egy 45 kilométerünk, meg volt egy 52, csak véletlenül lenulláztam. Abban volt az előzőben 52 kilométer és 450 szint, a mostaniban. Hát, én ezt látom. Gyerekek, nagyon sötét van. Vagy hát jó, kéne fényelőt ráadni amúgy. Így már is jobb. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy 45 km 361 szint, föl 108 le, akku feltöltve. Hát, ja, 5 óra 35 perc az előző is volt nagyjából, én csak mondom, véletlen lenulláztam, már kikapcsolt, mert elfelejtettem töltőre rakni.
de nem felejtett el igazából, és akkor úgy lenulláztam, na mindegy, ez egy ilyen bolond történet. Szóval ennyi volt kilométerekben a mai nap. Itt van a sátor áll. Pakolunk már befele, különböző szükséges dolgokat, mint hálózsák, innivaló, olvasnivaló. És akkor a kilátásunk erre. Hát most már Korzikát, én még vélem felfedezni, de már csak minimálisan. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a reggeli kilátásunk. Én köszönöm már a figyelmet, remélem egy tartalmas résszel tudtam szolgálni nektek a mai napon. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Természetesen a útvonalnak a linkje itt lesz a leírás alatt itt a filmnél. Tessék használni, lesz ott ilyen egyéb szöveg is, hogy milyen fasza volt, milyen fasza túra, illetve lehet olvasni arról is, hogyha esetleg valaki nem csak lájkokat, illetve filmnézést szeretne, és esetleg tovább gondolná, hogy hasonló tájakról hozzak nektek történeteket, kalandokat, akkor ne habozzon tovább arról is egy linket, egy leírást, hogy hogyan lehet mindezt tovább gondolni. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Nekünk alvás, nektek egy pár hét várakozás, aztán találkozunk a következő részben. Sziasztok! Szóval, szépen vörösre festett táj, és nem véletlen. Hú, de jó lesz. Az a gond, erre most nem tudok mit mondani.